ki volt már korábban, vagy ki nem volt még ilyen előadáson. Laci, te ne szólaltunk! De őt Miló kísérjük. Mert Miló még nem volt. Na, tehát akkor kezdjük a negyede hír. Mi a pszichotronika, a szép külföldi szó, én inkább a szellemsebészetet mondom rá, mert nekem magyarabb, de teljesen mindegy. Egyfajta út a gyógyuláshoz, sokféleképpen lehet gyógyulni, és mindenki megtalálja azt az utat, ami neki van. Tehát sokan ezen az úton is módszerre meg tudnak gyógyulni, és akinek más úton, módon van kedve gyógyulni, az gyógyulja meg a másik úttal. Teljesen mindegy, hogy valaki mitől lesz egészséges, az a lényeg, hogy egészséges legyen, tehát teljes egészé, önmaga egészét fel tudja építeni, és hogy jó legyen. Szerintem valamikor a sámánok is ezen a módon, ezen az úton dolgozhattak. Ezt nem tudom bizonyosan, de nagyon ilyen érzésem van, hogy akár a Szent Lászlónak is valami nagyon hasonló módszere lehetett. Vannak néhány alapjának a szellemsebészetnek. Az egyik alapja az, hogy ezen az úton azt tud gyógyulni, aki ezt kéri. Tehát aki nem kér ilyet, az nem fogja kapni. A másik ilyen nagyon alapvető dolga, hogy azt fog ezen az úton gyógyulni, aki elhiszi. De ez igaz az összes többire is. Van olyan ismerősem, akinek fájt a derka, és egy idő után, amikor picit úgy győzködtem, és akkor, hogy így is meg lehet gyógyulni, akkor azt mondta, hogy Zsolt, rájöttem, hogy a gyógyulás elsősorban hit kérdés. És viszont, hogy él, mármint, hogy ő, nem hisz a szellemsebészetben, hanem az orvoslásban hisz. És akkor mondtam, hogy orvosod, akkor minden rendben van, mert akkor te el fogsz menni az orvoshoz, és akkor téged, ha te abban hiszel, akkor téged az orvosod megtanít. Szabad, semmi probléma nincs. Hát kell hozzá a hit. Kell hozzá annak a tudása, hogy nem csak anyagvilágban. Az anyagi testünk, ez a temploma a lelkünknek. Ez a szellemsebész gyógyítás, ez Jézus segítségével megy, a Jézusi csapat segítségével, tehát akinél ilyen gyógyítást csinálunk, ott általában találkozik a Jézussal, és a Szűzanyával, és a Szent Mihály Arkangyallal, és meg úgy teremtőatyával, tehát elég sok és fontos szereplővel találkozik. És mit akarjunk? Bocsánat. Test, lélek, szellem, harmadik. Igen, elnézést, beleállunk. Tehát, hogy nem csak a anyagi test van, hanem van egy lélek része az embernek, és most nem azt a lelket mondom, mint a Gyuri mond. Gyuri a lélek szót egy másik részünkre, illetve egy másik szemszögből használja. És van egy szellem részünk, és az a szellem, az a lélek, amit én használom kezel a fogalommal, az Gyurinál már a holografikus tér címszóval jelenik meg. Az a lelkünk, amit én beszélek, az nagyjából egy minőszerűsebb hatást tud kifejteni, mint az én testem. És az én szellemem, az meg még a léleknél tud nagyjából egy minőszerűsebbnek lenni. Tehát az azt jelenti, hogy egy minőszerűsebb az én szellemem, mint az én testem. Jézusi utat követünk, mert tényleg olyan szépen elmondta a dolgokat, tehát aki elhiszi, az megkapja a gyógyítást is. Tehát aki elhiszi azt, hogy az ő lelke, az ő szelleme olyan erős és meg tud gyógyulni, akkor az a gyógyítás át tud menni a fizikai testbe. Ez szélsőséges esetekben
csinálni, hogy vagyunk egy valami nehéz helyzetben, amit meg kéne oldani. És akkor egyszer csak azt tapasztaltam, hogy hopp, kaptam egy ami teljesen illogikus segítséget, múltkor mentek Erdélybe, és én figyelmetlen voltam, nem figyeltem, hogy ez senki határfeltétel, a személyek az mondják, hogy útlevéltél, tehát oda a jogosítvány nem jó, mondjuk, mint Ausztriában, vagy tehát a Schengeni határfeltétel a többi országban, és leszállítottam a busztól, és meg szépen sétáltunk vissza fel a határon, amikor egyszer csak jött egy több csillagos jó ember, mint aki leszállított, és akkor sok csillagos kérdezett egy ügyvéssel, hogy vélem voltunk, mert nincs rá útlevél, csak jogosítvány, és ez rám, ez az, hogy na, szóljon a busznak, hogy forduljon vissza magáért, aztán, vagy magukért, aztán menjenek, ne is lássák magukat. Na most ez egy olyan dolog volt, hogy tehát amikor mentem, akkor már kezdtem érezni, hogy ebből nekem gáz lesz. És akkor, hogyha az ember elkezd ilyenkor segítséget kérni, tényleg Jézustól, hogy lehet, hogy nekem már kéne tűnni. És akkor úgy szólnak az emberek neki. Tehát ez nem volt logikus, hogy most pont akkor fogunk találkozni bárkivel, aki ezt mindig napban megmenjenek, ne szórakozunk. Ne szórakozunk, hogy legyük a határon. Gyógyulás a fizikai testben közvetlenül nincs így meg, tehát hogy én most megvárnám a kezemet, nem tudom csak úgy összeválasztani. De a lelkem, hanem a szellemem az a gondolataim alapján, meg a gondolataimmal működik, és én el tudom azt gondolni, hogy megszűnt a seb, vagy ha valakinek szellemi betegsége van, és el tudja azt képzelni magának, hogy már problémája van, tenni valami mérgezőtelet. Hogy ő teremt magának egy vadonatúj májat, szép a rózsaszín májat, ezt ő elképzeli, akkor én meg tudom neki azt tenni, hogy a régi máját kiveszem, beteszem helyett ezt az új májat, bekötjük a szellem és a lélek testébe, és ha ő kéri azt, hogy átívódjon a fizikai testére, akkor ez az átírulás, ez meg fog történni. Általában, ha valaki jól elviszi, meg jól csináljuk, akkor ez nagyon sokszor csak órák alatt, vagy néha még órák sem kellenek hozzá, néha viszont van úgy, hogy napok, vagy lehet általában is kellenek. Gerinc sérültek, vagy gerinc problémások is volt olyan, hogy lehajolt, hogy tudod, kapott kezelést, kapott új gerincet, kapott a gerinchez új mozgatóizmokat, megkapta ezt kétszer-háromszor, és a legvégére gyakorlatilag földre tudott hajolni. Tehát ami nekem még a tanulásom kezdeti nagy élmény volt, amikor a majdnem vak, vagy majdnem teljesen a kistányi kiadjuk anyutázók csak, hogy sokat van a világos, és nem látom többet, és kapott négy kezelést, mint ezt nem egyszerűen a négy és az egyik végén kapott és az arckifejezést, ahogy ő körülnézett, tehát ahogy rácsodálkozott a világra, és az ember, aki alapjának, hogy ezt nem lehet megváltozni. Ez a módszerrel lehet gyógyulni, nagyon hatásra lehet gyógyulni, ha valaki betartja ezt a néhány alapszabályt. A gyógyításhoz Isteni segítség útján van a hipertérben kórház, és ez pontosan, hogy hogy van a hipertér, nem tudom. Tehát szégyen gyalázat, van egy csomó olyan kérdés ebben a témában, hogy nem tudok rá válaszolni. Használom, és nem tudom megmondani, hogy ez hogy van, miért van, miképpen van. Van tudomásul ezen is önök neki. Van egy hipertér kórház, ahol egyrészt már a kezdetén van egy kedves kis fogadóhelység, ahol az életvizéből lehet hinni, tehát általában akik felmegyünk gyógyulni, akkor mindig szoktunk biztosni, hogy ugyan az életvizéből, az mindig jót tesz neki. A kórháznak van egy nagyon kedves kezelő személyzete, akik látják
a harmadik szemükkel ezeket a dolgokat, ezek mindig nagyon örömmel számolnak be, hű, láttad is, hogy jött, és mondta, és tessékelt, és akkor fölmentünk a lifttel, egy épület, fölmenjük az emeletre, az első emeletre a lifttel, ez sok emeletes épület, 33 emeletes az egyik ilyen nagy kórházban, egyik kezel, ahol visszakunk jelent az első emeletben van, és akkor ott vannak különféle kezelőhelyiségek. Van abszolút ilyen ambuláns kezelő, van aura lemosó hely, van csakra javító hely, van olyan szoba, ahol székek vannak, ilyen fotelszerű székek, és akkor meg van adva, hogy melyik szék az milyen betegség gyógyítására jó. A gyógyítás az ambuláns kezelőben zajlik ezzel a teremtési módszerrel. Mindenki magának teremti meg az egészséges szerveket, mert az mindenkinek saját magadóban. Nem kell az anatómiát túlságosan ismerni, mi is amikor tanuljuk ezt a tudást, akkor általában egy hétvégi anatómiaoktatásra szoktunk elmenni, ahol két nap alatt a teljes ember anatómiát elmondják. Tehát az orvosi egyetemen ezt tanulják néhány évig, nekünk két hétvég alatt elmondják, ennyi általában. Minket nem szokott érdekelni az, hogy akkor most a sejten belül az a pici mikró rész, nem kap egy új májat. Vannak helyzetek, amikor mi is már túlépünk ezeket. Öregedés folyamatánál az van, hogy elkocsonyásodik egy kicsit a sejten belüli anyagállomány. Addig viszonylag folyékony, ugye jól mondjuk, és amikor az öregedés elkezdődik, a ráncosodás és az összes ilyen folyamatában, vagy folyamatánál, a sejt belső állománya kezd el egy másik jellegű állapotba átmenni. És például viszonylag friss kutatási eredmény, hogy mert akik nem voltak itt a legelején, akkor egy ismétlés, hogy nem egy befejezett tudomány, vagy nem egy befejezett tudásunk ez a szellemsebészet, hanem folyamatosan kapjuk az újabb és újabb újításokat. Tehát például az öregedésre a Zsuzsika egy csoportja csinálta, fejlesztette, hozta azt a fajta kezelést, hogy egyfajta tisztító folyadékot bevezetnek mondjuk vénában a jobb kézben, az szépen átmossa a testet, másik oldalon pedig kivezetik ezt a tisztítás utáni folyamékot. Lehet, hogy eltelik fél év, lehet, hogy eltelik három év, négy év, és akkor ehelyett is lesz egy újabb módszer. Volt erre példa. Régebben, még a Kercsécs Imre bácsának egy jó pár éves előadásában, az Imre bácsi arról beszél, hogy a vért úgy tisztítják, ha valakinek a vérrend problémája, hogy van egy vértisztító berendezés, egyfajta egy kis hátizsákszerű, az a szellemteste vagy a lélekteste fölveszi, bekötik a vénába egyik oldalt, vénába a másik oldalt, és rajta van egy napig, egy óráig, egy hétig, attól függ, hogy kinél mennyi ideig kell. És ez a készülék, ez, mint ahogy van a mai napig is a hagyományos orvostásban olyan, hogy belevezeti a vért, átmossa, aztán vesebetegeknél szoktak ilyeneket csinálni, hogy egy géppel átmossák a vérét. Tehát volt itt is egy ilyenfajta állapot, és akkor egyszer csak jött egy olyan, hogy már nem foglalkozunk ezzel, hanem akinek vérrel van problémája, az most már megteremti magának az új vért, fog nem egy ekkora kancsót, egy kicsit nagyobb kancsót, tele magának új egészséges vért bele, leengedjük belőle a talpát, bedugjuk utána a talpán a leengedő dugókat, és akkor fejem ugyanán megfölhetjük a fésvérre. Most aki ilyen kezelést kapott, és például tényleg van érzékenysége, az amikor egyszer csináltam az egyik ilyet, akkor mondta, hogy egy kicsit hamarabb önthettem volna bele a friss vért, mert azt mondta, olyan rossz érzés volt, amikor már leengedtem belőle a régi, de még nem kaptam meg az újat, hogy azt mondja, hogy nem mondták, hogy azt mondja, hogy legyen szíves nekem, hogy nem, ne tutoljázzak vele annyit. Tanulát, ez
vagy gyakorlom, és tudom, és csinálom, ez elméletben mit sem ért. Mert ennek úgy semmi értelme nincs, hogy most el, azért mondom. És a tanulásnál bizony visszajönnek ilyen részek. Tehát elképzelhető, hogy a sejtöregedés javítónál is egyszer nem az lesz, hogy akkor ilyen sejtállag, sejtállomány tisztító készülék és vagy készülék lesz fölhelyezve, hanem valami más módszer lesz csinálva. Amikor teremtünk, nem feltétlenül tudja mindenki egyből jól elképzelni a dolgokat. Olyankor kisebb-nagyobb segítséget szoktunk dolgozni. Az egész, talán ezt gondoltátok is, vagy érezhetitek is, az egész egyfajta meditációban megy. A legtöbb esetben csukott szemmel, aki nagyon nyitott szemmel szeret is tudni, hogy meditálni nyitott szemmel, úgy is jó. És a meditációban, aki nehezebben tud belemerülni, annak tudnak olyan képet csinálni, hogy egy képet csinálni rá. Tudnak autót, vagy éppen kinek. És amikor aztán látja, akkor azon az úton szoktunk a kép látás során tovább menni, és akkor már tud egy kicsi képet látni, akkor tovább menni. Amikor gyógyítunk, és valaki elkezd megteremteni valamit, mondom, nekem viszonylag korlátozott a harmadik szemes látásom, inkább érezni szoktam a dolgokat, hogy valakinél meg tudom azt, hogy megtörtént az, ami neki meg kellett említenie, de van egy ilyen műszer, amit azt mondom, hogy mutass nekem egy igent, erre fordul, mutass nekem egy nemet, meg erre fordul. Tehát én most kérdezem azt, hogy delikáns megteremtette magának az új májat, és akkor nézem, hogy nem, és most meg. És amíg meg nem teremti magának az, ami májat, addig ott maradunk annál a folyamatnál. Néha ez van ugye egy csettintésre, meg van valakinél az, hogy elképzeli magának az új szervet. Van úgy, hogy percekig kell le dolgozni. Ha megteremtődött az új szerv, akkor azt ki kell venni belőle, ezt utána általában gyémántá változtatjuk, aranyjá változtatjuk, elküldjük az isteni kincstárba. Ez egyfajta fizetség a felsőbb hatalom irányába azért a kegyelmi állapotért, hogy mi ebben részesülhetünk. Megkenjük a szervhelyét egy ilyen beillesztéssel egy folyadékkal, aztán behelyezik a szervet, bekötjük az izmokat, az ereket, a idegeket, és akkor utána ez működik. Utána pedig fel is kérje azt, hogy az átíródjon. Kéri a Jézustól, kéri a szűzanyától, és kéri leginkább saját magától, a saját szellemétől és a saját lelkétől. Mert aki kér, annak megadatik. De aki nem kér, annak nem fog megadatni. Nem tudom, hogy kicsit a székkerek. Hogy valaki kérte az előbb, vagy kérdezte az előbb, hogy lehet az édesanyját gyógyítani. És akkor a válasz, igen, ha az édesanyja kéri. Az édesanyja nem kéri, akkor is lehet az édesanyját gyógyítani, csak akkor nem úgy, hogy ő elküld az édesanyját, hogy ide nem küldünk senkit, ide valaki el tud jönni, hanem akkor úgy lehet gyógyítani valakit, az édesanyját, hogy akkor rajta keresztül a te pontodra, a te számádra. Aki nekem vérrokonom, ahhoz elég erős a kötődése. Vérrokonokat lehet feleséget, férjet pontosan emiatt viszont a legritkább esetben lehet így gyógyítani, tehát hogyha valakinek a felesége, a férjével van egészségügyi probléma, akkor mivel nem vérrokon, egy jóval-jóval alacsonyabb a kapcsolódási szín, ott nem ilyen egyszerű, nagyon magas indoknak kell ahhoz lennie, hogy a főső hatalom megadja azt a fajt, tehát megadja ezt a gyógyítási lehetőséget, különösen lehetőséget. A gyógyításnál nagyon fontos annak a tudása, hogy a betegség az
nem a Jóistennek a szórakozása, vagy nem a Jézusnak, nem a szüvenyelnek a szórakozása, nem a főségnek a szórakozása, hanem mindig gyakorlatilag saját magunknak, tehát saját magunk által adott jel saját magunknak. Ha valakinek valami betegsége van, azért van, mert vagy régebben csinált valami rosszat, és akkor most meg kell élje azt a rosszat, amit ő valamikor valaki mással tett. Mit tudom én, valaki megsebesített, nagy Isten, megölt, te mondjuk csak egy sebesítsen meg, vagy belerúgott egy nagyot, megmérgezett valakit, és akkor most egy, az életének egy adott szakaszában, Gyuri bácsi azt mondja, nagyjából életkorban is hasonló szakaszában, hasonló betegséggel fog szembekerülni, tehát a lábát, vagy kap egy ételmérgezést. Tehát ilyenből tud kijönni a betegség, de egy ilyen esetében is ez a forgatókönyv, ez minden esetben az ő általa van meg. Nem tudom, hogy a Gyuri bácsinak a meditáció kazettájából a Holdas kazettát ki az, aki még nem hallgatta meg. Holdas kazettát ki nem hallgatta eddig? Vagytok, jó? Tehát a Holdas kazettán ott a meditációban nagyon jól át lehet tényleg, tehát nehezebben érthetőnek, ha én mondom, de ha ott vagyok benne a meditációban, akkor nagyon tisztán látszik az, amikor Gyuri bácsi azt mondja, hogy magadnak írod a mostani életeddel az újabb életeinek a forgatókönyvét. Tehát ahogy én most élek, azzal fogom a elkövetkezendő jó pár életemre is megírni azt, hogy milyen dolgokat fogok akkor megélni. Ez keleten úgy hívják, hogy karma. Jézus ugyanezekről beszél, amikor azt mondja a szamária asszonynak, hogy engem kövessél, kérjünk ugye, hogy én mutatom neked, tehát én fogok neked meríteni a vízből, mert ha te merítesz magadnak a vízből, tehát saját kútfőd alapján éled az életedet, saját fejed után csinálod a dolgaidat, akkor te újra megszülinkozol, tehát újra és újra meg fogsz születni, mert beleesel ilyen karmába, de ha engem követsz, mondja Jézus, ha tudsz megbocsátani az embert, kezünknek, akkor megadatik néked az a jog, hogy leteszed a karmádat, mert akkor már te nem fogsz haragudni senkire, és ha bocsánatot kértél másokkal, akkor már rá sem fognak haragudni. Hát megszűnt az a kötelező ok, amiatt neked újra kéne születni, és az életedben mindenféle nehézségekkel szembe kéne. A betegségeknek a másik része nem előző életről hozott, hanem olyan dolgok, amit megint csak magunk csinálunk magunknak, és azért tesszük le születésünk előtt azokat a eseményeket a mi életünkben, hogyha letérünk arról az útra, ami nekünk az optimális életünkben, hogy akkor az visszatúfozza minket oda. Tehát, hogyha valaki rossz úton jár, kedves ismerősünk, rossz úton jár, tényleg lehet látni, tehát, hogy van neki fia, férje, és mégis bár felnőtt fiai, tehát ilyen 30 éves fiai vannak, ő mint rabszolga szolgálja ki őket, a férjével együtt is. Na most ez a hölgy először csak a bokáját törte ki, szépen átbeszéltük, hogy most akkor mégis mi lehetett, meg is értette, és folytatta. Úgyhogy következő körben sikerült neki ilyen járvás dalmatot összeszednie, most abból is jött, és hogy mindig nem változtat az életén. Nem tudom, hogy mi lesz a következő. De én az ő ellenében nem tudok mit tenni. Tehát, hogyha valaki nem hajlandó arról az útról letérni, ami jól láthatóan egy rossz út, akkor nem tudok mit csinálni, és akkor kap ilyen olyan pofont az élettől. Betegséget, vagy éppen nem feltétlen betegség, de a hasonló pofont tud lenni az embernek az életében, ha mondjuk autóval karambolzik. Miért jöttek belém hátulról? Miért jöttek belém, vagy miért mentem én neki valakinek? Én? Miért jött belém oldalról? Hátulról jönnek belém, akkor ugye talán gyorsabban kéne haladni az utakon.
én megyek bele valakibe, akkor én rohanok. Ha oldalra jön belém, akkor valaki ki akar engem téríteni az én életpályából. Tehát egy balesetnél is nagyon érdemes elgondolkozni azon, hogy most mi volt ez, mi volt ez. De baleset se kell, a baleset is azért van, mert a finom jeleket, a finom hangokat akkor nem halljuk meg. De akinek megvan a kellő érzékenysége, az észrevesz az életében a kis finom jeleket. Kedves ismerősöm, mert haza a garázsba letett az autó, és mondta, hogy Dani letett, kiszállt a kocsiból, nem akart a szembe a polontól, mert én fel akartam a lakásába, a hatodik emeleti tetőjére lakott. Hát úgy volt, hogy föl kéne, ne, meleg volt, nyár volt, nehéz volt, nem vitte fel. Az RTL is kiszállt, mert akkor a tűzöd életben nem tudott a téli lakása. Tehát mondta, hogy ott volt előtte. Ott volt a polontó, látta, föl kéne. Észre kell venni a finomságokat. Nekem is volt olyan, hogy tél volt, megcsúsztam régen a házam egy kétszer is. Egyszer megcsúszni sem jó, nem estem el, de már másodjára is megcsúsztam régen, akkor elkezdtem meg a figyelni, hogy hol lesz az életemben olyan aspektus, ami engem meg tud csúsztatni. Bejön, de mivel, hogy már valamennyire készült voltam, és egy jóval nagyobb figyelemmel éltem minden napjaimat, ezért nagyon hamar meg tudtam fogasztani a témát, és újra tudtam ennek a helyzetet. Aki nem tud ilyen figyelmes lenni, annak kellenek a az erőteljesebb jelek. Tehát akit fel lehet költeni finom simogatással, azt fölébezti finom simogatással, akit meg föl kell rázni az álmába, azt meg föl rázni. Nincs esetet az életet életet rá. A gyógyítás, mint mondtam, Isten segítségével történik, és a betegségeknek a okai azok hibás cselekedetek, hibás gondolatok. És ezért, ha valaki így gyógyulni akar, akkor mondom először, és meg szoktuk mondani, mi az, amit rosszul csinál. Nem baj, tehát nincs, hogy mondjuk, nem ítélő szép vagyok, mert nincs semmi baj. Akkor azért csinálta azt rosszul, mert ő abban az élethelyzetében nagyon jó. Megint csak magamat hozzá példaképpen, aki nem volt az elején, azok nem hallotta. Én nem olyan rég láttam el, de nincs lelkismeret fordulásom amiatt, hogy én akkor belementem abba a házasságba, hogy belementem, de a mai eszemmel visszanézve, a mai valamán nem mennék bele abba a házasságba, mert ma már látom azt, hogy azzal, hogy mi volt a probléma, de amikor én abban a házasságban belementem, fejlődésnek azon a szinten álltam. Én akkor, amit el lehetett érni, azt elértem, azt megkaptam, és én haladtam az életemben tovább, és a feleségem is haladt tovább, csak sajnos nem egy irányba haladtunk, és ezért az útjaink szétváltak. Tanulópénz. Persze nem vagyok rá olyan szinten büszke, hogy nem sikerült egy irányba haladni, jobban egy irányba haladni, de semmi probléma. Le lehet tenni, van megbocsátatás. Egész súlyos hibákból, egész súlyos bűnökből is van megbocsátatás, de kérni kell. És ezért ez az egész gyógyításnak egy következő alapja az az, hogy csak azt tud eljutni a gyógyulási folyamathoz, aki bocsánatot kér a bűnökért. És nem csak ez életében elkövetett bűnökért, hanem legalább egy 10 évig nem visszamenő szinten. Felelősek vagyunk valamilyen mértékben a szüleink által elkövetett dolgokért is, tehát a szüleink által elkövetett bűnökért is bocsánatot kell kérni, legalább 10 évre. Nagyon fontos, hogy meg kell bocsátani nekünk is mindenkinek, és meg kell bocsátani, ami nagyon nehéz, nagyon sok embernek saját magának. Tehát nagyon sokan lelkiismeret fordulásra lép az életüket, hogy jaj, én ezt miért csináltam, meg jaj, hogy ő az miért. Tehát fontos tudni, hogy miért csináltam, de nem azért, mint
utána sanyargassa magamat, mert Jézus sem azt mondta, hogy sanyargassátok magatokat, és akkor boldogok lesztek, hanem azt mondta, hogy szeressétek magatokat. Most a szeretethez a sanyargatás, az önsanyargatás, az nem köthető, és nem hozható vele harmóniába. Az két különböző dolog. Mondom, nagyon fontos tudni hibákat, hogy tanuljunk belőle. Ha ügyesek vagyunk, akkor ezt még meg tudjuk a társainak is mutatni, hogy nézd, én itt hibáztam, döntsd el, hogy te ezeket a hibákat el akarod-e újra követni, vagy sem, vagy te esetleg megpróbálsz úgy élni, mert ezeket a hibákat kikerül. Én is igyekszem tanulni a mások hibájából, megint csak akkor saját példa, itt a vállásom. Vannak ismerősök, akik szintén válnak, és hát van néhány olyan helyzet, ahol nagyon horror történeteket mondanak el arról, hogy hogyan válnak. A válás különféle aspektusai van, akár a maga válás rész, akár a vagyonmegosztási rész is. Tényleg azt mondja, hogy köszönöm szépen nekik, hogy ezeket nekem elmondták, mert több csapda helyzetből megmenekültek. Az ő kávé várhatat. Most igen, lehet ezzel mosolyogni, de ez van. Mert volt az egyik, ahol mondta, hogy a vagyomból, hogy nem volt meg a szükséges forma, hogy kellik a vagyonmegosztási megállapodásnak, és utána a másik fél, és teljesen mindig nem lesz akkor mosolyog, vagy hogy melyik oldalon ki van. A másik fél azt mondta a bíróság előtt, hogy hát ez nem sem így volt. És akkor 10 évig pereskedtek, és akkor viszik el a vagyok. Tehát most ilyen beállni, legalább már igyekszek akkor például ilyen szinten is tanulni. Nagyon sokan nőknél szokott előfordulni, meg általában férfiaknál, tehát a férfiak nem tudnak ilyet csinálni. Van az, hogy életük során egy esetleg több abortuszba is belemennek. Ezt a mai fejemmel én már a lehetőleg senkinek nem ajánlom, hogy abortusz csináljon, mert az is gyilkosság. Ez nagyon kemény mondás, tudom, én férfi vagyok, én könnyen mondom, nem mondom könnyen, van olyan alkalom, hogy igenis lehet, mert még ebből is a megbocsátatás, de ez azért elég keményen van megítélve. Tehát az, hogy hú, most elvettem azt a gyereket, hogy csak nagyon keményen van, ez nagyon keményen van megítélve. Aki már azért vacsolál rajta, meg átérte a súlyát, az valamennyire, hogy mondjam, tehát kedvezőbben. És nagyon sok nő életét végig kíséri az abortusz miatti lelkismeret furdalás. Ezt is le kell tenni. Volt, rossz volt, de ha valaki most kapott megbocsátatást, akkor megkapta. Ha tudod bocsánatot kérni, akkor tudod bocsánatot kérni. Tehát vagy igen, vagy nem. Nincs szürke. Tehát itt vagy valaki, vagy fehér, vagy fekete. Ez digitális. Tehát vagy egyes, vagy nincs, vagy kicsit nincs. Akkor teljesen sehogy. Villás Bélát nagyon nem szerettem, de Villás Béla elég sokat foglalkozik, vagy lehet most már nem, de régen sokat foglalkozott előadásaiban a megbocsátás témával. Ha van, akit ez érdekel, akkor tudom Villás Bélának a hangvágyait ajánlani. Villás Bélában pedig pont ez volt a, nem találkoztam vele, csak amikor ő azt mondta, hogy szerint az abortusz az megengedhető, ez nekem erős, én nekem nem engedhető meg. Tehát ezért vannak rá. Ha valaki meg tudod bocsátani másoknak magának, tudod bocsánatot kérni, és megkapta a Jóisten és a megbocsátást az egésznek a végére, amit szintén kérnie kell, akkor utána részesül egy isteni áldásban. Aki látja a harmadik szemével, akkor ez úgy látja, hogy kap egy fehér köpenyt. Általában mindenki meg szokta kapni az orvosi gyógyítós táskát is. Ez esetek ritkán még, vagy egy kicsi részében van használva, de valamilyen is kiosztásra szokott kerülni. A fehér köpeny azért jó, mert amíg az fehér, az az illető, addig az mutatja az ő tisztaságát. El lehet hozzolni, be lehet szennyezni. Akinek
megvan a fehér köpenye, az beengedik a kórházba. Akinek elkoszolódott a köpenye, vagy befeketedett a köpenye, vagy elhagyta a köpenyét, az nem engedik be a kórházba. A fehér köpeny vég is. A mai világban idősebb korosztály vagytok, nem annyira fiatalabbak. Talán annyira nem tapasztaltátok, de kőkemény háború folyik itt a mindennapokban. Tehát olyan para harc folyik, hogy hú. Azért mondom, hogy idősebb korosztály vagytok, mert minden bizonnyal a Jetix adót, meg a ilyen hasonló, azt mondom, hogy megszűnt a Jetix, de vannak hasonló ilyen rajzfilm csatornák, nem nagyon észrevettek szerintem. Akinek gyereke van az esetleg. Para harcos, kiképző műsorok mennek rajta. Tehát én a Jetix-et akkor, amikor volt tévében, még családban voltam, akkor azért néztem, mert néztem, hogy ott például mit mutatnak, és jött az a 14-es lány, és akkor nézve elszörnyült vagy a kép, hogy apa, mit néz? Hát nem Jetix-et, mit néznek. De apa, miért? Én azt mondtam, hogy te nézed, én nézem. Tehát nem a gyereket ültettem meg oda, igen, megnéztem, és nagyon kemény harci technikák vannak. A lányom nagyon sok könyvet olvas, és például a kedvenc könyvei közé tartozott a Böszörményi Gergely, és a Böszörményi Gergely könyveiben ott van az a teremtés, tanítás is, amit a Gyuri bácsi tanít, de ott van benne a harci mágia is. És a mai ifjúság az nagyon keményen tanulja a harci mágiát, öntudatlanul, és használják is. Akinek fehér ruha van, azon nem nagyon fog a harci mágia. Húdúzni lehet. Tehát például Franciaországban nagy divat volt egy-két évvel ezelőtt, hogy a miniszterelnök, államelnöknek húdúbabát gyártják, készítették, és tűvel együtt használt útmutatóval állították. Ez most halál komoly. Tehát ilyen volt Franciaországban. Hát Istenek, ez az őrület ide nem gyűlőzött be. Most nem érdekel, hogy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány, vagy Megyesi, vagy Fajta, tök minden, senki. Senkire, tehát ilyet nem. Azért nem, mert utána visszaszállod a legvesen. Nem éri meg. De aki ott a fehér ruha, az általában az ilyenfajta dolgok már elkerülik. Azt már, mert a fehér köpeny az egyfajta védelem is. A Bibliában, hú, pedig már illene egyszerűen megtanulni, hogy ölts fel az Istennek a védő ruháját, az igazság megértjét, hogy úgy zsuzsika. Tessék, hogy Laci, itt pajzsák. Itt pajzsák. Saru. Sisakot. Jó, tehát, hogy van egy leírás, melyet mi sem tudjuk fejlődni, pontosan fölmondani a leckét, és aki az rajta van, jöhet bármi. Pap Gábor ezt úgy fogalmazza meg, hogy aki tiszta fényben ragyog, és tiszta fényben ragyogva tudja az életét élni, de arra kívánhatnak bármi lesz, azt nem éri el. Ő úgy éli meg, de ugyanerről beszél. Mert aki elérte azt, hogy fehér ruhája van, az csak úgy tud terjedni, hogy már nem haragszik. Nem haragszik sem, anyuk sem. Se arra hülye szomszéd, aki a volt hülye szomszéd, ellen már megvi a szomszéd, ha már megbocsátott neki. Aki átdobálja a szemet ott a kerítésen, hogy éppen üvöltve hallgatja a rádiót, bármi. Öreg hölgy, 81-2 éves hölgy ment gyógyításra. Ja, engem másképp, alig tudok fent, fáj lábam, úgy minden test, részem fáj. Van is kemény mesélnek. Hát én hittük katolikus, hogy a templomba járunk. Az a szemét szomszéd, amit mindig elfolygálja a szemetek volt a fa. Van is kemény, itt állj. De az a szem... Állj. Van is kemény drága. Nehezen tudják, hogy ennek fáj minden csont. Van is kemény drága. Ez azért van, mert maga személyt szomszédot titulálja a másikat, tényleg átlapálja a szemet, az egy csúnya.
De az, amit személy szomszédnak titulálja, ezzel egyfajta átutazást hajt végre. És ennek az átoknak egy része visszaszáll magára. És ami visszaszáll magára, ez egy madár fogja nehezíteni. És ha madár nehezíti, akkor maga tőle nehezen tudni járni. Megmondás. Hogy először is meg szépen megviselni magam is megadni a megbocsátást, megbocsátanak a szomszédnak is, szeret a szomszéd, szépen Mariska-néni a 81. tévével ez átlehet, ez egy nagy becsület ide vár a Mariska-néninek, és hogyha legközelebb ez az esemény van, hogy dobálják a szomszéd a szemet, akkor bemegy a szobába, legyenre fel, feszület előtt, templomba jár a feszület, otthon is van feszület, legyenre fel előtte, elkezd imádkozni, elhívja a szomszédnak a lelkét, fölmegy Jézushoz, és a bocsánat kér, maga kér bocsánatot a szomszédtól, nyilván úgy, hogy nem maradszok rá, és kérlek, hogy te is kérj, mert ember és jóban és barátságban. És eltelt egy hét, és a Mariska-néni visszajött, hogy sőt, két hét eltelt, és jött a Mariska-néni, képzeld el, a szomszédban már kifejezetten jó viszonyban is. És a Mariska-néni el, a Mariska-néni elmentett ezt a lábfájást, kézfájást, lábfájást, 80 évesen is simán ki lehet ilyenekről vinni. Tehát akinek olyan ismerősen, ami alig vonszolja magát, főleg idősebb, mert azért, amíg ezek a komolyan nehezen táplálkozódások és cirkózódások visszahatnak a testre, általában sok időnek kell eltelni. Ha valami kötőnek van ilyen ismerősen, nekem van ilyen ismerősöm, hogy alig jár kell, és elég idős. Ha fogadó képes rá, akkor ezt el lehet neki mondani, és hogyha hajlandó, akkor akár nem is tudja hagyni ezt a nehézséget. De most megint csak azért mondom, mert nincs olyan, hogy bár milyen felső hatalom szenvedésre teremtett volna bármit, önökre boldogságra. A Jóisten sem egy depressziós pillanatában teremtett a világot, hanem azért szerette. Azért, és olyannyira szerette a világot, hogy egyszerűen fiát adta ilyen szerelemből. A világban lépünk föl, semmi másban szerelemből. Tehát ezért lehet boldogan élni. 80 évesen is, 90 évesen is, bárhány évesen is. Nagyon nehéz néha megérteni, és nagyon nehéz néha a fejébe bele menni, vagy vinni. Mariska-néninek azért volt nagyon nagy áldott állapota, és most nem a gyerek áldásra gondolok, de ez egy áldott állapot, hogy hitünk katolikusként is hajlandóan befogadni. Nagyon sokan hitünk katolikusként, amikor ez a téma szóba kerül, akkor megfordulás kérdezem az ajtó. Sajnálom. Ez engem is minősít, mert nem tudom úgy elmondani, hogy ő is magáévá tudja tenni. Vannak ütköző pontok, ami a jelenlegi római katolikus vallással összeegyeztethetetlen. Például ez a hány életet élünk. A mai római katolikus vallásra általában egy kategórikusan tagadja az újjászületésnek a tényét, bár feltámadásról beszél, de a újjászületésről nem beszél. Én meg azt mondom, hogy mint a Gyuri mondott, ez nagyon talán a fogalom, de szeretem én is használni, hogy a Jóisten az egy ügyes volt, és nem eldobhat a papír zsebkendőket gyártott, mint lelkeket, hanem rendes zsebkendőket, amiket nem csak egyszer, hanem sokszor lehet használni. És ha leintünk egy életet, van egyfajta érlegelés, egyfajta ítéleti rész, adott esetben egyfajta pihenő rész, és akkor meg lehet szívetni újra. Ha esetleg eljutottok oda, vagy már valaki gondolja, hogy eljutott oda meditációval, el lehet menni megnézni más életeket, korábbi életeket. Volt, hogy csináltunk ilyet, érdemes ezt csoportosan csinálni, mert talán nagyobb élmény. Akkor volt, hogy visszajutottunk az Atlantis időszakra, de nem úgy, hogy az Atlantison, mint Atlantisiak jöttünk mi, hanem részben, mint ott vendégeskedő, nem földi idegen, hanem földünk kívüli fajta. Én valami delfin-szerű testben voltam, de nem delfin voltam, és még végebbé meditációban, mert olyan, hogy mondjam, olyan meglepő alakzatokat láttunk, amire Gyuri is azt szoktam mondani, hogy
egyszerűen, hogy nem, gyakorlatilag elképzelni se lehet. Annyira más helyekről. És az, hogy ezt az életet leértem, vagy leélem, egyszerűen meghallom, hogy hol fogom folytatni, milyen testben, valami sincs. Vagy itt a Földön, vagy nem. Ha a Földön, vagy ilyen emberi testben, vagy ha lesz egy másik ilyen viszonylag magas szintű intelligencia, akkor lehetnek a testében. Mert ugye most arra is egy folytában szó van, hogy dimenziúrás, és akkor új Föld, meglátjuk. Benne van a pakliban, sok minden lehetséges. De arra is emlékszem, hogy éltem itt a Földön is, hol férfiként, hol nőként. Azt tudom, hogy nagyjából Jézus korában rabbi voltam, az is voltam, tehát voltam is sok minden. De szerintem itt a kint ül, mindannyiunk ott vagyunk, sok-sok életet éltetek le, ide akárki véletlenül nem jön el, magyarnak sem tud szerintem akárki megszületni, tehát már egy bizonyos szint, egy egész magas szint. Azt mondja, hogy akkor volt a fennszól megbocsátásról, bocsánatkéréstől, betegségekre. Nézzük, milyen betegség jelző. Tehát van arra egy nagyon jó könyv, hogy betegség a volt cselekvés, nem tudom ki írta. Kósetben. Nagyon jó könyv, érdekes, elővenni. Kósetben. Kósa Ferenc, a betegség a volt cselekvés. Amit ő akar leír, az érdemes komolyan. Tényleg, tehát nincs véletlenül betegség. És hogyha valakinek tehát a páros szervi nyavaják, azok általában pár kapcsolatban vannak. Már persze megint jó kérdés a kiskorban, akinek kicsi korában van mesek problémája. Na most gyereknél lehet hozott, mert nagyon sokszor a gyereknél, főleg 7 éves kor előtt az az édesanyának a betegség. Ahogy a kutyák egészen szépen és hatásosan el tudják tenni gazdagnak a betegségét. Volt szomszédasszonyomnak lett volna lábfájása, a kutyája nem lett volna egyfolytában lábfájós, és a kutya az folyamatosan majd megveszi át, megveszi le a szomszédasszonyom a lábfájását. A gyerek is 7 éves korig általában, persze mindig a kivétel, általában 7 éves korig az anyának, az anyára van erősen ráhangolva, és az édesanyának a betegségeit szokta produkálni. 7-14 éves korig meg inkább az apára szoktak a gyerekek hangolva lenni, és akkor az édesapjának a betegségei, vagy az édesapjának a problémáit szokta a gyerek, mint betegség megjeleníteni. Tehát gyakorlott, meg rutinus gyerekorvos, hogyha egy kisgyerek már nem első gyerelem, hanem a második, harmadik esetben megy egy adott problémával az orvoshoz, akkor egy gyerekorvos megkérdezi, hogy annyira drága esélye, maga miért nem csinálja ezt meg azt a választ. És persze mindig vannak más jellegű betegségek is, tehát amikor a kisebbik lányomnak a hallása volt gyakran, akkor az benne egyértelmű volt, hogy apanya leszekszik. Igen. A szív az a szeretetnek a mérője, a műszere. Ha valaki nem tud szeretni, valaki nem tudja szeretetét megadni. Az szokott általában szív problémáként kijönni. A szeretet, a szerelem az ugye az, az érzelmi részhez tartozik. Na most általában az érzelemben a lányok erősebben, a fiúk meg inkább az észben. Mert nem, mindenki az esetek többségében. És ezért van az, hogy a szívinfarktus az tipikusan férfi betegség, nem mindig. Tehát 100 szívinfarktusos közül legalább 90 férfi és maximum 10 a nő. Mert a férfiak, a férfi régből adódóan érzelmet nem mutatnak. Én is gyerekként olvastam az indiános könyvet, és sokan tetszett az, hogy hú, az indiánnak az arcába se repít. Se akkor a kínmozdák, se máskor. Na jó van, de ez egy idő után zsárkózza az érzelmeket. Férfiként is meg kell élni, meg kell mutatni, és meg kell tudni fogadni. De mondom, mellé lehet nyúl, és lehet másféleképpen életet élni, és akik férfiak nem tudnak szeretni, vagy nem tudják kimutatni a szeretetüket, mert magukba zárni. Tehát ő szeretne, csak arra szocializálódott rá, olyan példát látott a
szüleinél, vagy nem feltétlenül szülőknél, de olyan valaki, aki rá nagy hatással volt, hogy mondom, én is gyerekkorban olvastam, és akkor mindig állok a szemes ember, akár kinezták, nem tudja az érzelmét megmutatni. Minden esély megvan arra, hogy életkorában szívinfarkt is fog halni. Szívinfarkt is van, ugye könnyen bele lehet halni, nekem apám kapott egy szívinfarkt, és egy időben is halt. Nem jó. Aki szerencsésebb, az nem hal bele, hanem csak kap esetleg még egyet. Most, ha valaki gyorsan kap két szívinfarktust egymás után, annak általában van még egy következménye, hogy ott leszokott este a fogin, és ott szokták elveszni a fogukat. Tehát néha ilyenek előfordulnak. Tehát így összevetünk néhány szemű a eseményeket, hogy körülbelül mit okoz. A gerinc probléma, vagy a derék az, amikor valaki túl nagy terhet cipel. A hátfájás az a túl nagy terhet cipel, és hogyha a hátizmok bekeményednek, akkor megint csak a sok terhet cipel. Ha valaki nyakas, ha valakinek kőkemény a nyaka, hát az a nyakas vagy éves vagy. Nem vagy hajlandó pici hajlékonyságra. A tértfájás, a láb, a járással való dolgok, azok a részben a milyen úton jársz, és a tértfájás az részben, hogy mennyire tudsz megalázkodni. Mennyire tudod magadat meghajtani. A szem problémák az a mennyire vagy hajlandó látni. Tehát én viszonylag korán, ugye a 10 éves koromban jutottam a szemüvegességig. Ma azt gondolom, hogy utólag, hogy igen, mert nem nagyon akartam a jövőbe nézni. Tehát nem nagyon mertem azt fölvel, hogy látni azt, hogy mi lesz velem, akkor azt mondom, hogy fennem teszek. Akkor volt egy időszak, hogy ne legyen volt az életben, és akkor is nekem egy kicsit. És akkor már csak ennyit láttam. Akkor már nem láttuk a tárgyat. És hogyha csinálnak esetleg egy felmérést, mint a Japánban nagyon magas a szemüvegeseknek az aránya. Egy olyan felmérés, hogy meséltek, kedves fiatalok, arról, hogy hogy képzelitek el a jövőtöket. Mit gondoltok magatokról 5-10-20-30-40-50 év múlva? Gyanítom, hogy a messzi távol az ott egy ilyen elmosódott valami lenne. Mert akinek van egy stabil elképzelés arról, hogy velem ez lesz, azt meg fogom élni, az azt, ha látja, akkor a látása is megvan. A hallás az ugye az, hogy mintha hajlandó meghallani. A torokfájás, mert valaki nem akar mondani. Nem tud kimondani, tehát amikor nagy nehezen eljutottam oda, hogy na akkor most megbeszéljük a volt feleséggel, ezt elválunk, hát igen nehezen jött be a hang. Ugye, mert ott volt a gombanc a torkomban, és szorított. És a beszélgetés végére már volna egy normális hangon, csak hogy beszélgetem, csak egyszerűen megnőtt a normál hangon, de a kezdetén nem győztem köhögni, meg köhítsenni, meg ilyeneket csinálni. Azt mondja, hogy milyen betegségre kérdés? Gyomor. Cukor, gyomor mindjárt. A gyomor az az emésztés, valamit nem tud megemészteni. A belek azok szintén az emésztés, tehát a végbél probléma, a végbélrák az általában tipikusan, ha haragszik a múltra, a múltbéli eseményekre. Szegény nagybátyámat, ha láttam, ő ezt nagyon szépen hozta, ezt a példát. Elég nehéz élete volt, nagyon sok ötlete volt, nem volt olyan mentalitás ebben, aki ezt meg tudta volna valósítani az ötleteit, nem volt úgy ragyogni az életpályáján, mint ahogy amúgy ragyoghatott volna. Nehezteléssel élt a múlt irányába, hogy fú, ez se sikerül, akkor meg az se sikerül, végigjelentet is kapott. Tehát akkor még nem tudtam annyira gyógyítani, azt mondom, hogy mielőtt meghalt, azért már
megértette a dolgot, talán meg is gyógyul, de annyira le volt gyengül a szervezet, abban a pozíció, meg abban a státuszban jön, mert csak a túlvára szerelik. Tehát a cukorbetegség az úgy tűnik, hogy két ok. Az egyik az is a szeretetnek a megélése, és a szeretet megélése való kapcsolatos dolgok. A másik pedig az előző élet, vagy életekben való gyilkosságok. Tehát embert ölni azért sem tanácsos, mert utána minden esély megvan arra, hogy cukorbeteg életet vagy életeket lehet élni. Miért cukorbeteg? Azért, mert az a halál tusa, az a halálfélelem, az az érzés, amit a erőszakos halálnál valaki megél. Cukorbetegségnél is elő tud jönni, mert hogyha vagy ha nem eszik, vagy ha sokat eszik, nem kap pénzt, vagy magas adottságcukra, akkor ugyanaz a halálfélelem ott tudja folytogatni. Lehet élni. Tehát fiam, nem tudtad azt megtartani, illetve most, hogy ölni gyilkos, valakit megöltél, akkor majd meg fogod tapasztalni, és nem más anya, hanem aki ilyet csinál, az, mikor eljutott oda, hogy a túlvilágon tervez ezt az életét, akkor hú, tényleg megöltem, látom annak, hogy ez hogy fáj, mert akkor az ő átéri, és akkor betesz saját magának is ebben az életébe olyan élménysort, amivel ezt olyan mélyen átértettél magával, hogy rögzüljön, hogy többet ilyet már ne tegyen. De, mint mondottam, le lehet tenni ezeket a dolgokat. Mert ha van megbocsátás, ha valaki megkapta a ruhát, tehát ő megbocsátott másoknak, mások megbocsátottak neki, mert bocsátott értő szintén, megkapta a fehér ruhát, tehát akkor már nincs karma. És ha nincs karma, nincs a korábbiak miatt egy kötelező életpálya, akkor megkapta a jogot arra, hogy ő ebből kilépjen, és akkor el lehet menni, és akkor kaphat egy vadonatúj hastyálmirigyet, és a vezérlő rendszerben is megkapja azt a beállítást, módosítást, hogy az addigi cukorbetegségre rászoktatott agyból, akkor kiveszek azt a viszont, hogy nem, most már egészséges vagy, és akkor visszaszedni tovább. Nagyon fontos itt a gyógyulásnál itt is, hogy megadatik mindenkinek az ügyete szerint. Tehát aki kap egy gyógyítást, meg is gyógyul. Mert megkapta azt a kezelést, akár egy, más után kétszer, háromszor is, hogy hatásosabb legyen, kéri is 3-4 napig, és utána elkezdni mondani, hogy az ezen, az azon, azon, azon. Nem is vannak ilyen szavak, de nagyon kell tudni, hogy a háromszor elismételt gondolat is, sőt az egy gondolat is már teremtve a világ ígéből lett teremtve. Tessék komolyan lenni. Az íge az a kigondolt gondolat. Pláne, hogy ki is van mondva, hogyha valaki elmegy és panaszkodik a másiknak, hogy az, ez a része, az az a mazléte, a harmadik része, amit fájni is fog, és beteg is lesz. Ha valaki kigyújtott a nyavajából, akkor lesz szíves onnantól kezdve azt mondani, hogy egészséges vagy. Mert ha azt mondja, hogy azt mondta, vissza fog jönni. Semmi probléma, vissza fog jönni. És például mai napig is vannak olyan helyzetek, hogy nem tudom, ki betegség. Kisebbik lányomnak volt kicsi korában Crohn-szindrómás nevű betegség, nem tudom, ezt ki ismeri, ki nem ismeri. Krónikus, vékony és vastagbőr gyulladás, kritika, külön betegség, nem halálos, de próbál kellene, mert tej nyomát sem leheti, az, hogy tej nyomot sem lehet. És a gyerek gyógyulásra meggyógyult. A mai orvostól meg szerint ez nem gyógyítható, semmi probléma. Gyerek meggyógyult, részben a szellemsebészet útján, részben Gyuri bácsi, még néhány után rádolgozta, de nagyon fontos,
érdekes volt az, hogy a gyereknél azt átprogramozni, hogy az elején azt mondta, hogy ő beteg. És kiprogramozni ezt belőle, és helyett azt, hogy te most gyógyulsz. És volt egy gyógyulási folyam, elég gyorsan az Istennek, és lehetett rá, hogy meggyógyult, és akkor meg átjött arra az útra, hogy meggyógyultál egészséges vagy. Mert hogyha ő azt mondja, hogy ő beteg, akkor az is. És az is marad. Mert megadatik mindenkinek a saját ide szerint. Tessék komolyan lenni. Lehet cukorbetegségből is meggyógyulni. Cukorbetegség természetesen azért arról kell figyelni, hogy a cukorbetegek jó részénél, amikor inzulin megitel szükséges neki, akkor azt valamilyen kell beveszi. Vagy miért, vagy pedig egyáltalán csak mérés nélkül, de egyfajta rendszerességgel. Én szerintem sebész vagyok, nem háziorvos. A gyógyszer a háziorvos hívja. Aki erős gyógyszerezéses betegséggel van, és gyógyul, az mindenféleképpen szükséges a háziorvos irányába is egyfajta közreműködés, nem egy gyógyszer, azt mondja a háziorvos, hogy azt mondja, hogy nem kell többet. Tehát meg lehet gyógyulni cukorbetegségből is, de az a szerencsés, ha valaki a mélyed és úgy inzulinizza magát, mert akkor leáll nem kell az orvoshoz menni. Meg nem azt mondom, hogy meg sem lesz több. Bocsánat kérdést, tehát megvan a gyógyítás, meggyógyul, és akkor mondom, ha mélyed magadat, és akkor ha kell, akkor majd az inzulin. És ha tényleg jól dolgoztam, akkor mérni magát, eltűnik egy hét, két hét, egy hónap, és azt mondja, mert nincs inzulin szükség. Mert már egészséges vagyok, és akkor csak így megtudod. De például, hogy mindig is ez. Szóval lesz annak, hogy olyanok valamelyiket a cukorbeteg, meg valaki ilyen. Azért azt figyeljétek, hogy a mérő mindig túlmutat. Nem mérünk. Tehát mindig, mindig fölét mutat a tényleges cukormérésnek, és tehát mindig egyfajta mennyiséggel több inzulinra serkent. Tehát még véletlenül sem ad esélyt arra, hogy te azt csökkens vagy lejjebb menjen, mindig fölé van mérve. Tehát van ezek a gyógyszergyállatok. Jó, tehát van egy technika, mivel egy cukormérés meg lehet mutatni, hogy mennyi hát mér az a méret. Van érzed? Mondjuk annyira nem tudom pontosan, hogy mit jelent. Idős, ahogy nem? Idős. A kettes típus az idős, hogy idős. Tehát nem gyerekkori született, hanem idős. Ezt egy általában tehát lehet tudni, hogy ez mindig fölé mutat, tehát a cukormérések mindig sokkal nagyobb számot, értéket mutatnak, és ahhoz adják az inzulint, miközben lehet, hogyha csak arra kapnád, vagy esetleg minél picit alá, akkor szépen ki is lehetne jönni. És egyébként mit nevezünk cukorbetegségnek? Egyszer utána a telefonát adjuk el orvos, és akkor az ember, hát mit tudom én, 200 kilométerre hol van. Akkor ment haza, 30-as cukorértéke volt, szépen hazament 82 évesen, és ott volt és kaját. Mit nevezünk cukornak, cukorbetegségnek? Amit abban volt. Tehát a 6-tal 10-zel, 10-zel már adnak gyógyszer, de 30-al hígan él és eszik. Tehát van egyfajta mindig túl és fölé, tehát a gyógyszer, szedés, fogyasztást ezt mindig nyomják. Hát is az jó, maradj ezen a pár. Már csak itt veszek. Jó, fényesít leszek. Néha nehéz kigyógyulni betegségekből. Tehát itt a szemüveges vagyunk, ugye? Tehát egy gyógyító is akkor szemüveges, igen. Ebben az a nehéz, hogy nem nagyon lehet egy ilyen három gyógyítóját, legalábbis nem nagyon sikerült eddig még azonnalra gyógyítani, ehhez folyamat kellene, a folyamat az meg az kellene, hogy akkor lenne egy olyan két hét, három hét, amikor nem kell vezetni, ugye, mert a vezetéshez azért mégiscsak jó dolog, hogyha látom a lámpát, a többi közlekedőt, meg nem kell számítógépet nézni, meg lenne még egy dioptriával kisebb szemüveg, még egy, tehát hogy lenne szemüvegből is egy sorozat, amivel lehetett tudnám csökkenni, amikor csak egy szemüveg van, és azt kell visszamenni, tehát tényleg volt olyan, hogy éreztem azt, hogy fú, most legalább egy fél vagy egy dioptriát tagolt a szemem, és utána visszamagott. Tehát ugyanoda. Kérdezheted? Jó, hogy akkor oda a kórházban miért nem ül abba a székbe, ahol a szemüveg megtudott. Mert
mondom, nem tudtunk eddig még ebből azonnal eredményt fölmutatni. De kérdez? Nem tudunk mindent mi sem. Tehát vannak pontok, ahol azonnali hatás mondom nincs. Lehet, hogy lesz, és még az is lehet, hogy én nem voltam ebben elég ügyes. Abszolút. Lehet, hogy az én hitszintem ez nem élet nem elég jó. Az volt az érdekes tapasztalat, hogy ez a 3-4 diófiáig nehéz gyógyítani szemet. Van ott ilyen. Ezt a nagy tudású csontos fívós esetek ennek az egésznek a nem elég tudású ember, és azt mondja, hogy ezzel a pár diófiával nagyon nehezen boldogul. A 6-8-10-15 diófiát nagyon könnyű. Azt mondja, hogy azt nagyon könnyedén vissza lehet hozni, de ezek a pár dioptriák, azt mondja, ez olyan nehéz. És ő is azt mondta, hogy talán azért, mert ezzel együtt lehet élni, ezt jól lehet szemüveggel korrigálni, és itt nincs meg az a kényszerítő erő, hogy mi van akkor, hogyha nem teszem meg. Tehát a rákos betegek minden bizonyal azért könnyű a gyógyítás, mert ott annak tétje van. Az már elhiszi. Itt az olyan, mint amit Gyuri bácsi mond, hogy a zuhanó repülőgépbe kevés az a teista. Ugye, mert ott már az esetek többségében majdnem mindenki kimádkozik a Istenhez, az Isten segít. Rákosnál is, ott most figyelj, vagy meg akarsz gyógyulni, vagy nem akarsz. Meg akarsz gyógyulni, akkor vedd komolyan. Az már érzi, hogy azt tényleg komolyan kell lenni. Emberről vagy az elmúlt tökéletes. Nem tudok elmenni. De jogos, abszolút. Én azért mondom, hogy jogosan lehet kritikálni. Jó. Hogy kérdezem meg a fog probléma? Fogékonyság a fog. Alapvetően fogékonyság. Milyen fog a probléma? Nem nekem, szomszédasszonynak. Most már olyan szinten van, hogy teljesen ki kell cserélni. Tehát... Lehet, hogy például infarktusa volt dupla. Uh-huh. Lehet, meg kéne nézni egyedileg. Az is, de akkor miért az kálcium hiányos? Mi? Van miért csont problémája. Jó, de... Kiszedi a kálciumot az előtt. Más mondok, hogy amit mondtam az előtt, hogy a finom jelzésekre odafigyel. Volt múlt héten ez a kellemes meleg. Én szeretem a meleget, tőlem nem neked. Kellemes neked, kellemes meleg volt, de például kifejezetten sós ételekre vágytam, mert elég izadékony ember vagyok, és a sós étel mellé vágytam rengeteg paradicsomra és paprikára. Ami valamennyire szeretem, nem nagyon-nagyon, de szeretem, de múlt héten reggelente 3 paradicsomot ettem meg. Mert arra vágytam. Éreztem, hogy nekem most paradicsomot kell enni. Ez a hölgy, vagy az a hölgy, az a szomszéd hölgy, lehet, hogy nem érzi, vagy nem foglalkozik annyira azzal az érzéssel, hogy mit most nekem is káposztát kéne enni, vagy ilyet, vagy ezt, vagy azt, vagy azt, ami segíthetné azt, hogy az ő szervezetében a szükséges ásványanyagok meglegyenek. Lehet, hogy nem áll mentálisan a helyzet magaslatán. Aki nem áll a helyzet, mentálisan a helyzet magaslatán, az azt az embert könnyen elérik a földsugárzások. Aki mentálisan jó, onnan ki fognak menni a földsugárzások. A földsugárzásoknak a teljes sűrűsége az körülbelül ez. Tehát most egy ilyen négyzethálóban, mint amíg van ez a terítő, nincs az a pont, ahol én úgy be tudnék állni, vagy feküdni, vagy bármit csinálni, hogy ne érjen el. Túl sűrű. De aki nem elég tiszta, azt elérik a hatások. Persze vannak ezek is erősebbek, tehát azért a vízért nem annyira egyszerű alépolni, de aki mondom, aki nagyobb és tündököl, ott nincs ez a víz, ez a vízére kikerül. Mert ő olyan teret gerjeszt maga körül, hogy elmegy a vízére, elmegy a harcon is elmegy bármi. De ez az is kell. De ettől függetlenül, amikor az én lányom elkapta ezt a
gyulladásos betegséget, és jött a párzás ember, akkor mondta, hogy hú, itt az ágyban itt van a keresztkarpon sugárzás és sajta víz. Akkor mondja, itt szokott gyulladásos betegség kialakulni, akkor megállunk. Azt mondják, hogy hol van olyan hely a lakásban, ahol nincs ilyen, akkor rukoljuk át az ágy. Tehát az is, ez is, amaz is. Sok oka tud lenni a betegségnek, de akkor miért oda kerül, ugye? Tehát miért azt az életet éli? Mindig az is ott fölmerül. Miért pont arra megy az életében? Tehát egyfajta pofon, hogy éld meg ezt a tapasztalatot, mert adott esetben te is ilyet okoztál másnak, és tanulj meg, hogy ez milyen dolog. Tanulj meg azt, hogy mi van akkor, hogyha mások rosszul tesznek vele. Mert te mondjuk azt mondja másokkal. Mert persze most itt vagyok hölgyként vagy nőként élve. És mi van akkor, hogy egy korábbi körben mondjuk valami marcnak adnak voltál. És bizony mondjuk olyan dolgokat tettél, amit mai eszeddel már nem tennél. Ugye hát ezt veleket meg lehet nézni, utána lehet nézni. Nem feltétlenül kell is. Nem, főleg nem szabad, szerintem túlzásra vinni annak a fontosságát. Tanulópénz, nem tudom. Olyan voltam, megtanultam. És igyekszem majd, ha következő körülmény születek, amikor úgyis majdnem minden bizonyal inni kell a felejtés vizéből, tehát én még emlékezésre fogok rá arra, hogy akkor pontosan mi az életprogramom, de akkor is igyekezni kell egy viszonylag tisztességes életet élni. Mert kevesen vannak olyan, hogy itt nem visznek a felejtés vizé. Janusz Kaninius, amikor írja a saját lelkihez való verset, tehát ugye elég katolikus, Janusz Kaninius, mint pécsi püspök, elég keresztény, sír egy verset a saját lelkihez, ahol azzal kezdi, hogy egy konkrét asztrológiai képletet állít föl, hogy ő milyen csillagállásban született. Tehát lehet, hogy a lelke, hogy jött a csillagon. És akkor írja, hogy és nem írtam a felejtés vizéből, tehát ő egyrészt emlékezett arra, mi volt korábban, és írja versében azt is, hogy ó, Isten, hogyha majd még egyszer megszületek, akkor az, hogy ne ilyen csinevész testem legyen. Tehát nagyon jól tudta, hogy igen, meg lesz neki következő tőle. Egyszer majd. Tehát miért arra megy, miért az autó ütötte el, tehát valakinek valamit meg kell élni, meg kell élni. Van olyan, akinek nem volt szabad meghalni a helyszíni repülőgép szerencsétlenség, amikor ment az a túrgép van Görögországban, hogy Ciprusról ment haza Szlovákiába, és az volt helyszíni, egyetlen egy ember érte túl, de az ki is derült, hogy annak nem is kellett volna repülőgép találnia. Az összes többet meg kellett halni. Nem tudom, miért. Szörnyű dolog persze, hogy a oldalon, mert én nem vagyok ítélőszék, hogy bárkit halálra ítéljek, hogy végrehajtsam, mert nem vagyok az és nem sugatjuk az. De volt egyfajta ítélet, megkapták, összegyűjtötték őket, és akkor ez van. Ugyanúgy, amikor összegyűjtenek akár 300-400 embert, hogy elfalasztottak ezt próbálnám, hogy elindul valamon vissza a Buenos Aires, vagy Brazíliából indult el Franciaországba, és utána 300-400 ember elveszett. Ez van. Vagy például Móron, amikor ott legyilkoltak. 8 ember? Miért pont az a 8 ember gyűjtött össze? Hogy? Hát, kérdés. Felfed volt egy kérdés. Bocsánat. Halvár szavarra küzdködök. Halvár szavar? Toboz mirigy, meg... Pont. Nem engeded el magadat, túl sokat adja az dolgokat. Az is. Ez annyira érdekes. Meg most már, bocsánat, hogy nem akar meghallani dolgokat, mert van, aki például olyan hangfrekvencián meghallja dolgokat, és van, akinek már allergiás, és nem egy olyan férfi ismerek, hogy egyszer azon a felesége hangjára allergiás, és megsüketül, tehát mindenki, hogy ne hallja, de nem várt el. Tehát vannak ilyen dolgok, hogy a lélek, illetve valamire allergiás, hát nem változtat, akkor azért a testét megvet is, a hallás is, hogy nem akarok hallani. De én már nem tudok változtatni, hogy az én 11-től ennyire. Hát a
mi van az, az hogy be akarod egyedül a külön. Mersz magattal egyedül lenni? Mersz magattal egyedül lenni? Hát vagy a sok problémát lerakni. Tehát nekem anyám az, akinek nagyon gyakra alvó, és mindig mondja anyám, hogy úgysem nagyon. Anyukám, csak az, hogy mi szoktunk járni, mi debreceniek vagyunk. Elküldök anyámat, én is. Tessék? Akkor majd anyámat elküldöm hozzá. Jó, rendben. Na, lényeg az, hogy mi szoktunk, tehát most egy jó ideje nem voltunk, egy hónapban egyszer Ajdó, hol lakik a Gábor, vagy Molnár Gábor, meg a két fia, nem tudom, esetleg így. Tehát lényeg az, hogy ők szoktak előadást tartani. És annyira jó volt, amikor elmondta, hogy egyet kell megjegyezni, hogy ahány rossz gondolat, az annyi gaz. És azt mondja, először ezeket a gazokat ő az autóhoz hasonlította. Vegye ki a motort, tegye ide, tegye ki ezt a csavart, amit egyforma, tegye oda. Tehát a gondolatokat össze kellett rendezni, és azután rendet kell tenni, és ki kell ezt a kertet gazolni. El kell engedni ezt a rengeteg szemetet. Mert addig, amíg itt, ugye, kérdezünk... Ideig tudom, bocsánat. Kérdezünk a fejünkbe... Ah, hogyan mondjál meg? Hát így. Így van te is. Tehát akkor, mondjuk én tudom, hogy nekem is voltak problémák, azt mondják, hogy nem mindig jó, de például én mindig töröltem a fejembe. Ugye jön a kérdés, egy hülyeség, és akkor válaszoltam rá. És mikor jött a gondolat, akkor azt mondtam, törölni. Na most nem biztos, mert tudat alatt az ott ül, de olyan jó volt.